Üdvözlök mindenkit, Fülöp József vagyok, a MOL Nagy Művészeti Egyetem rektora, másrészt pedig Palkovics László által megbízott miniszteri biztos, aki a kreatív ipar fejlesztését próbálja előmozdítani. És volt egy ilyen alkalom, hogy ilyen prezentációt láthattak, úgyhogy van, ami ismétlődik majd, van, ami pedig újdonság lesz ebben a prezentációban. Próbáltuk ezt úgy összeállítani, hogy azért amennyire lehet odavágjon abba a konkrét témakörben, ami leginkább foglalkoztatja az egybegyűlteket, a vidék és a kreatív ipar, a faluk és a kreatív ipar kapcsolódása. De azért pár ilyen DM megpróbálok általános érvényű állításokat, definíciókat is közzétenni, mert hát ha valakinek ez még újdonság lesz. Itt azt lehet elolvasni, hogy a kreatív ipart úgy definiáljuk, hogy olyan ágazatok összessége, és nagyon fontos, hogy több ágazatról beszélünk, mely mindig valami emberi kreativitáson, emberi tevékenységen alapul, ami vagy kulturális, vagy gazdasági értéket hoz létre, mindesetre szellemi terméktől a zeneszerzésig sok minden tartozik ide, és a végén van valamilyen gazdasági hatása, mert egy valamilyen gazdasági folyamatot indukál. És mondjuk egy filmforgatókönyv, ezt mondtam ezt a példát talán korábban is, hogyha azt valaki megírja egy személyében, akkor elindul egy láncolat a forgatókönyvet, megbeszél egy producer, a producer fölkér egy rendezőt, az megrendezi, egy stáb leforgatja, és a végén több százmillió dolláros üzlet lesz abból, hogy egy ember egy forgatókönyvet megír. A kreatív ipart így érdemes gondolni, vagy így érdemes felfogni, mert egyébként olyan tevékenységeknek az összessége, amik önállóan is működnek, csak van egy gazdasági perspektíva, meg van egy gazdaságfejlesztési perspektíva, amiről, hogyha igaz, majd Nagy Ádám helyettesen kell úszni, majd még többet is beszélni ma, vagy akár prezentálni, mert mi az Innovációs és Technológiai Minisztériumban úgy foglalkozunk a kreatív iparral, hogyan lehet a magyar innovációs tért, a magyar kreativitás és ezáltal a gazdaságot fejleszteni, és nem úgy foglalkozunk ezzel, hogy hogyan lehet kulturális tevékenységeket fejleszteni vagy támogatni, vagy a turizmust, mert annak megvannak a maga, hogy is mondjam, kormányzaton belüli gazdái. Viszont ezek összefüggnek egymással, és a prezentáció ezt próbálja majd bemutatni, hogy hogyan vannak itt az összefüggések. Azt próbálja megmutatni, mi a közös ezekben a kreatív ipari területekben. Itt gyorsan felsorolok párat, emegettem már a filmet, itt van a zene, annak a klasszikus zene, vagy a popzeneipara, itt vannak a videójátékok, itt van az egész média, rádióval, tévével, nyomtatott sajtóval, itt van az építészet, itt van a képzőművészet, itt van az iparművészet, nagyon sok minden van itt. Mindegyikre jellemző viszont ez a négy lépcsős értéklánc. Valaki alkot és tervez valamit, megír egy zenedarabot, vagy megtervez egy épületet, egy házat. Utána egy kivitelezés. Aztán jó esetben ennek egyfajta terjesztés, előadása, hogyha maradunk a zenei példánál, valaki megír egy partitúrát. Utána azt meg kell hangszerelni, létre kell hozni a zeneművet, és aztán annak a dolognak létre kell hozni, hogy is olyan a terjesztését is. Mondjuk régen a partitúrát terjeszteni kellett, a 19. században nem volt még semmilyen elektronikus zenei rögzítő eszköz. Ha valaki el akarta játszani Beethoven legújabb zenedarabját, mondjuk egy vonos négyest otthon a szalonban, akkor meg kellett venni a kottát. És a kottának a kiadója az nem a zeneszerző volt, a kottának volt külön kiadója, aki ebből csinált üzletet, hogy megvette a kiadási jogokat a zeneszerzőtől, és utána ő terjesztette ezt a világban. Tehát van egy ilyen terjesztés, előadás, tehát van egy kereskedelmi tevékenység, és aztán van egy megőrzés, archiválás, amivel tulajdonképpen az összes galéria, múzeum, könyvtári szerepet játszik. Akár melyik kreatív tevékenységet nézzük, előbb-utóbb ezt a láncolatot föl lehet fedezni, mert nem úgy tekintünk a kreatív iparra, mint egy alkotói tevékenységre, az ennek a kiinduló pontja elengedhetetlen része, hanem úgy tekintünk, ha mi ebből aztán következik, különben nem kéne iparnak nevezni. Maga az elnevezés, ez az angol Creative and Cultural Industriesből származik, ez a 60-as, 50-es években a múlt században bukkant fel, mint kifejezés. Magyar ezt iparként fordítjuk, ami nem biztos, hogy a legszerencsésebb, mert nekünk szerintem a nehéz ipar jut az eszünkbe erről, vagy valami olyasmi, ami nem a kreativitásról szól, hanem valami robusztus dologról. De az angol kifejezés átvételéből következik az, hogy ezt most mi kreatív iparként fordítjuk. Tehát ez egy nagyon heterogén, nagyon különböző ágazat, itt van ebben a divat is, amit még nem emlegettem, itt van benne még sok minden, de ez, amit itt látnak, ezen a dián kivetítve, ez mindenkire jellemző. És ezáltal lehet gazdasági tevékenységet, ezáltal lehet támogató, ösztönző tevékenységeket definiálni, ezáltal lehet ezt a területet fejleszteni így összességében. Viszont a következő diát nézzük, ez azt próbálja megmutatni, hogy azon belül, hogy maga a zeneipar, maga a különböző kreatív ipari ágazatok fejlődnek. Ezek ott ez a kis színes ábrácska a kreatív ipar címszó alatt, ezek ott magukban is el vannak, de hatással vannak,
és ezért lényeges a kreatív ipar fejlesztése, hatással vannak úgynevezett hagyományos iparágakra. Ez lehet az autóipar, lehet az építőipar, ugye abban elég egyértelmű, hogy egy építőipari fejlesztésben egy építészmérnöknek vagy egy építőművésznek a kutatásfejlesztés innovációs területen, amikor valami új dolgot kell kitalálni, amikor újfajta szerkezetet kell kitalálni. Manapság egy számítógéppel csinálják, de előtt még 50 éve nem voltak számítógépek, és egy építésznek az egy nagyon nagy innovációs tevékenysége volt, mint egy új kötést, mint egy új csatlakozást meg tudott tervezni. Van aztán magának a produktumnak a tervezése, kivitelezése, ebből aztán vagy egy termelés, vagy egy szolgáltatás fog indulni, ennek aztán lesz egy forgalmazási, disztribúciós fázisa, és persze ezt marketinggel, sales-el kell látni, meg kell mutatni a világnak, el kell tudni adni a világ piacán. És aztán van egy olyan szolgáltatás is általában, amikor a vevőközönséggel kell valamilyen kapcsolatot teremteni. Ez az ábra azt próbálja megmutatni, hogy nem egyszerre és egy időben, de a kreatív iparnak különböző ágazatai ezeket a tevékenységeket segítik, megtermékenyítik, vagy éppen megtestesítik. Tehát az építészetnél maradva, az építőiparnál maradva, egy kreatív építész tervező mérnök, vagy egy építész művész nélkül nincsen, ha csak nem, hogy is mondjam, házgyári elemekből gyártunk sorozatgyártásban valamit, nincsen produktum. Egyébként azt a házgyári lakás modulrendszert is valaki megtervezte, tehát ott is volt egy ilyen szellemi kapacitás, ami nélkül az egész nem indulhatott volna el. Tehát ez az ábra azt próbálja megmutatni, hogy miért van olyan gazdasági kapcsolódás, amit érdemes a kreatív vagy szemszögéből felfogni, és a gazdaságfejlesztésben, vagy a régiófejlesztésben alkalmazni. Ezért van az, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban van a kreatív ipar fejlesztése, és azért nem a Kulturális Tárcánál, vagy az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, mert hogy ezeket a gazdasági összefüggéseket, ezeket a regionális fejlesztési lehetőségeket szeretnénk megragadni a kreatív ipar perspektíváján keresztül. Hogy miért fontos a kreatív ipar ezen túl még, amit itt mondtam? Hát azért, mert amiben mi most vagyunk, ez a 21. századnak. Pontjain érnek minket kihívások. Ipar 4.0, ami azt jelenti, hogy automatizálva lesz nagyon sok minden. Nagyon sok olyan munkahely, ami korábban emberi fizikai erővel volt betöltve, az valószínűleg 10-20-30 év múlva robotok által lesz betöltve, viszont más munkahelyeket viszont meg nekünk kell betöltenünk, ahol a mi szellemi kapacitásunk és mondjuk kreativitásunk nélkülözhetetlen. Tehát, hogy ennek is, hogyha végig gondoljuk és elkezdünk már ilyen tekintetben a jövőre felkészülni, akár oktatással, képzéssel, akkor bizony ennek a fontosságát hangsúlyozni kell. Mondanék itt egy konkrét példát. A World Economic Forum, tehát a Világgazdasági Fórum decemberben tett közzé egy olyan előrejelzést, hogy 2025-re, tehát már nem is 5 év, 4 év múlva, mik lesznek a munkaerőpiacon a legfontosabb olyan tulajdonságok, képességek, készségek, amik egyébként a munkavállalást és a munkaadóknak és a munkaerő keresését meghatározza. Ebből a 10 pontból ő olyan volt, ami egy kreatív tevékenységnek, egy alkotó, ha tetszik, kreatívipari tevékenységnek hagyományosan a részese. Kreatív gondolkodás, egyfajta innovatív szemlélet, kooperatív képességek, egyfajta empátia, sőt, intuíció alkalmazása és a kritikai szemléletnek az alkalmazása, amikor a dolgokat megnézzük kicsit más perspektívából, és nem ugyanazt folytatjuk, amit megtanultunk ezelőtt 20-30-100 évvel, megnézzük, hogyan lehet ezen a dolgon másképpen hozzáfogni. A dolognak az a lényege, hogy olyan időszakban élünk, ahol a különböző területek azok gyorsan változnak, ugye ezt mindenki hallotta már sokszor, új munkahelyek jönnek létre, mások megszűnnek, ha ezekben nem tudunk a képzésekkel, és egy általános kreatív szemlélettel, egy rugalmas rezilenciát is magába foglaló hozzáállással tevékenykedni, akkor lemaradunk. Ez a díja ezeket próbált felsorolni, gondolom bőven volt idő elolvasgatni, ameddig én ezeket mondtam, és nem mondanám el ezeket még egyszer, ha kiemelnék valamit, vagy inkább kettőt. Egyrészt az, hogy a hazai tudásalapú társadalom kiépítése, ahogy elmondtam, ezekhez a dolgokhoz köthető, vagy köthető. A nemzeti kultúrán megőrzése, az identitásunk feltartása, az nagyon-nagyon fontos dolog, mert a világ globalizálódik, eszközhasználatban, technikai megoldásokban mindenféleképpen. Nekünk, hogyha meg szeretnénk tartani azt, ami ránk jellemző, akár a nyelvünk, akár a kultúránk más része, nagyon fontos ezt a kettőt valahogy hangoljuk össze. És itt már van egy olyan pont, ami ennek a közösségnek, akihez én most beszélek, nagyon fontos, húsbavágó, mindennapokban is érthető vagy elérendő helyzete van, hogyan tudjuk a magyar vidéknek ezt a potenciális, a nemzeti kultúrát megtartó erejét erősíteni. Ami aztán az egészben egy magasabb életminőséget tud majd létrehozni, akár vidéken, akár városok szerte.
Mindig ott tartunk, hogy miért fontos a kreatív ipar, és itt már rátérünk arra, hogy hogyan van hatása a régió vagy település fejlesztésre. Itt ugye fel vannak sorolva, hogy különböző szempontok innovációt ösztönöz, mert hogy olyan gondolkodó kreatív emberek, akik, ahogy az előbb mondtam, nem biztos, hogy mindig azt gondolják jónak, amit már kicsit meguntunk egy folyamatban, hogyan lehetne ezt a folyamatot hozzáigazítani újabb igényekhez, vagy újabb technológiai lehetőségekhez, ezen gondolkodunk, és ezekből jönnek új megoldások. Hogyan lehet adott esetben nagy hozzáadott értékű tevékenységeket folytatni? Tehát mondjuk a mezőgazdaságban nem alapanyagként eladni azt, amit termelünk, hanem valamilyen módon feldolgozni, ami a piacon magasabb értéket tud majd értékesülni, ezáltal abban az értékláncban több embernek is magasabb életszínvonalat tud majd biztosítani. Hogyan lehet a hatékonyságot növelni? És hát hogyan lehet megtartani a tehetséges fiatal embereket? Ez persze nem a vidéknek csak a problémája, az egész országnak. Hogyha az előbb arról beszéltem, hogy tudás alapú társadalmat építünk, ebben azt kell tudnunk valahogy megmutatni, hitelesen működtetni, hogy a fiataljunk ne gondolják azt, hogy akár anyagi, akár más szempontból nekik máshogy kell a boldogulásukat megkeresni, hogy Magyarország képes ezt a fajta segítséget, ezt a fajta perspektívát kínálni mindenkori fiataljainak. A digitalizációt a technológiák létre, aki kreatív készségek által kap munkát, van hivatása, legyen az egy kézműves iparművész, vagy legyen az egy olyan ember, akinek a saját szellemi termékei, hogy is mondjam, ebben az értékláncban csúnya kifejezéssel piacosítható, az biztos, hogy meg fog élni akkor is, amikor egyébként már egészen másfajta módon fogunk élni, és az autókat nem mi vezetjük, hanem maguk vezetik, és nekünk csak be kell szállni, és elviszek minket valahova. Tehát, hogy így a jövőbiztos munkák megteremtésében is fontos szerepe van a kreatív iparnak, ahogy a turizmus fejlesztésében is. És hát az fontos, hogy olyan statisztikákat lehet látni, ez is volt az oka annak, hogy az Innovációs és Technológia Minisztérium mondjuk 2018-ban úgy döntött, hogy a fejlesztendő ágazat Magyarországon is a kreatív ipar, mert hogyha a növekedési rátákat, a foglalkoztatási százalékokat vagy arányokat nézzük, a kreatív ipar nyilván egyfajta széles perspektívát alkotva a világ ágazatok között. Tehát, hogy statisztikai szempontból is egy eléggé tetemes az a rész, amiről beszélünk. Ugorva a következő diára, most kicsit a turizmusra térnék ki, hiszen a legtöbb vidéki település, legyen kicsi vagy nagy, gondolkodik abban, és hát erre mindenfajta forrásokat is fel lehetett használni, és reméljük, hogyha vége lesz a járványnak, ez megint egy prosperáló és perspektívikus tevékenység, hogyan lehet a vidéki turizmus fejleszteni. És itt ez az ábra azt mutatja, hogy a kreatív ipar képes a turizmus fejleszteni kétfajta módon. Egyrészt a felső, mondjuk azt, hogy ilyen pink színű nyilacska, azt mutatja, hogy a klasszikus kreatív ipari termékek, szolgáltatások, mint kulturális attrakciók egy-egy településnek nyilván a turisztikai vonzerejét tudja növelni. De van az alatta levő zöld sáv, ami egy kicsit már egy ilyen kortársabb megközelítés, hogy bizonyos kreatív ipari tevékenységek hogyan tudják a turizmust támogatni, és adott esetben olyan módon is, amit nem szoktunk meg. A következő dián mutatom azt, hogy a felső, mondjuk inkább rózsaszínnek halmaz, az mi mindent akar. Hát itt szerintem mindenfajta ismerős dolgot lehet elolvasni, ami a különböző helyi hagyományoktól, a helyi épített környezetnek a kulturális izgalmától, a helyi képzőművészek attrakcióitól, akár helyi filmes vagy zenei, más fesztiválok, előadások, kiállítások, helyi attrakciók, azok hogyan tudnak turizmust vonzani. Ez szerintem a megszokott. Ezt mindenki tudja, és hogyha egy településnek van arra alkalma, hogy olyan kreatív személyiségeket, alkotó személyiségeket tudnak a közösségükben, akikre ilyen süket lehet alapozni, akkor az nyilvánvalóan annak a településnek, annak a közösségnek a javára tud válni, hiszen valamivel ki tud a többi közül tűnni, vagy fel tud csatlakozni egy olyan turisztikai termék szervezéshez, ahol mondjuk annak a sajátosságnak, egy nagyobb láncnak, egy nagyobb régiónak. Úgyhogy szerintem nem sok újdonság van, viszont nagyon fontos ezeket is tisztában látni, és fenntartani, meg művelni. Viszont ez a következő bonyolult, ha sikerült ábra megpróbálja azt megmutatni, amit előbb általánosabban próbáltam mutatni, hogy egy klasszikus iparágnak a kreatív ipar hogyan tud besegíteni egy-egy területébe. Itt most össze van hordva az, hogyha a turizmust ilyen szempontból veszük így a górcső alá, akkor a turizmusnak a különböző fejlesztési, szolgáltatási, forgalmazási, eladási szakaszában mik azok az ágazatok, ami egy-egy kreatívipari ágazatnak, főleg a dizájnnak, egyébként a filmiparnak is, a zeneiparnak is,
előbb-utóbb valamilyen része lesz. Mert hogyha kell egy jó arcatot csinálni, aminek van mondjuk egy zenés része is, mert egy filmre kell jó zenét beletenni egy település bemutató kis 5 perces filmecskéhez, akkor az vagy egy zeneszerzőt felkérnek, vagy valamelyik zeneszerzőt megfizetik a jogdíjat, aki csinált már zenét korábban, és annak a filmnek alátették. Ezt a prezentációt majd átadjuk, úgyhogy én most nem mondanék el itt mindent, bár hogyha van kérdés, akkor szívesen visszatérek erre. Azt akarja ez az egész megmutatni, hogy kicsit szemléletet kéne változtatnunk, és ez a pandémia ebben talán segít, hogy eddig a turizmus úgy gondoltunk, hogy fú, hát legyen turizmusunk, mert akkor nyilvánvalóan a közösségnek a bevételét tudjuk ezzel növelni, vendégészakák száma, helyi vállalkozók által kínált különböző szolgáltatásoknak így a bevétele, akár a gasztronómia lehetőségnek a kihasználása, ez mind így van. Azt mondom, ez a prezentáció azt próbálja mutatni, hogy a turizmus tudja segíteni a település, hogyha tudatosan fejleszti ezeken a területeken a kreatív ipari szereplőkkel, nyilván jó, hogyha helyi szereplőkkel, de az se baj, hogyha nem helyi, hanem regionális, vagy máshonnan érkező szereplőkkel, tudatosan tudja ezt a dolgot fejleszteni. Volt egy nemzetközi konferencia még az év végén tavaly, Jakartában tartottak, pandémia és kreatív ipar, és ott is előadtam egy-egy ilyen diát, és ott megkérdezték, mert csodálkoztak azon ott a nemzetközi szakemberek, hogy hát eddig úgy gondoltuk, hogy a turizmus tudja életben tartani a kézműveseket, a turizmus tudja életben tartani az iparművészeket, meg különben hát kinek adnák el a termékeiket. Ez egyrészt igaz, de hát fordítsuk meg, mert szerintem ez nem a tojás és a tyúk dilemma, hanem ez annak a dilemma, hogy a turisták, a turizmus szervező cégek olyan helyekre mennek, ahol van attrakció, valamilyen plusz érték. Valamilyen olyan érték, ami átlagos, amit nem lehet, hogy is mondjam, a konzum világban megkapni. És innentől kezdve akkor a mi miért van, vagy a mi mit segít, azt szerintem egy kicsit átértékelendő, és ezt azért mondom, mert így lehet ebben gondolkodni, és lehet egy településnek a stratégiájában ezeket a dolgokat kicsit beépíteni, akkor, amikor arra gondolnak, hogy hogyan tudnak például a turizmus kapcsán valami fejlesztést elindítani. Na most visszalépve a turizmustól, általában egy régió fejlesztésének a körülményét a kreatív ipar szempontjából mutatja ez az ábra. Tehát akkor tudunk jól előrelépni, hogy egy innovatív és egy kreatív ökoszisztémát tudunk kialakítani. És ez milyen kritériumok vannak? Hát azok, hogy ismerjék egymást az ottani a sajátosságait ismerik, és ott tevékenykednek, azok próbálják meg az egymás igényeit, egymás lehetőségeit felmérni, és ezáltal valamilyen lehetőséget indítani. Egy franciaországi példát hagy hozzak, ugye én művészettel foglalkozom sokat, úgyhogy vannak olyan francia partnereink, akik különböző olyan programokat, ösztöndíjakat hirdetnek meg, amikor művészek elmennek egy nyári alkotótáborba. Nagyon sok ilyen van, egyébként Magyarországon is. Csak azért mondom a francia példát, hogy ne mi pirunkodjunk miatta. Ez helyes kis kastély, ahol járogatnak évenként művészek, képzőművészek, adott esetben nagy sztárokká válnak, és utána visszahivatkoznak arra, hogy mi a pályán kerén ott festegettünk először, nem tudom, a szabadban nem részletezem. Ennek a településnek valamiért a fejlesztésében nem biztos, hogy jól összemérték a lehetőségeket, és egy vállalkozó, nem tudom, másfél kilométerre ettől a kastélytól, a településnek a másik határában egy nagy sertés telepet szeretne felépíteni. Ami hát együtt jár mindenfajta olyan, hogy is mondjam, mellékhatással, ami mondjuk a turizmus nem biztos, hogy segíti, mondjuk elsősorban a lakosságnak a legkevesebb. És akkor ebből a dologból vita lett, hogy akkor most legyen, ne legyen, nyilván a vállalkozó maga szempontja szerint logisztika és egyebek szempontjából oda gondolta ezt tökéletesnek, de ugye a szereplők nem ismerték egymást, és a turizmus, és a falu közössége, és a művészek, és a sertések, és a vállalkozó nem voltak ilyen módon egy ökoszisztémában egyben kezelve, ebből problémák lesznek. Előbb vagy utóbb ezek kibuknak, és akkor valamelyik része sérülni fog az egésznek, és nem egy egymást erősítő fejlesztésről van szó, hanem egyfajta folyamatos energiát, időt és, hát hogy is mondjam, motivációt csökkentő vitákról, vagy egy helyben járásból. Tehát, hogy így meg kell ismerni, és egy ökoszisztémában kell gondolkodni, nem egy területet önmagában megnézni, hanem ennek az összehatását, mindenfajta aspektusát figyelembe kell venni. Hogyha ezt kicsit tovább bontjuk, és azt hiszem, ezt a szlájdot már talán korábban mutattam, amikor legutóbb találkoztunk talán még az ősszel, de nem baj, ha itt is elő van véve, ennek az ökoszisztémának az elősegítéséhez a szükséges résztvevők. Itt az akadémia az azt jelenti, hogy az különböző tudás, szakmai tudás, itt nem, hogy is mondjam, művészeti vagy tudományos akadémiára kell gondolni, adott esetben egy egyetemnek mondjuk egy vidéki fiókjára, kutatási telepére, mindesetre olyan helyre, ahol kutatóhelyek, valamilyen szakmai tudásnak a koncentrációja megvan. Ugyanez az ipar kapcsán is, ott is nyilvánvalóan nagyon sokfajta lehet, ami jelen van, ami az iparosodásnak, a kis- és középvállalkozóknak vagy nagyvállalatoknak valamilyen módon teret és helyet ad. Nagyon fontos,
a kormányzat, akár önkormányzat, akár a különböző szabályzókon keresztül jelenlevő minisztériumok, akár hazai vagy uniós kezdeményezéseknek a különböző szabályrendszere. Itt éppen a Veszprémi Balatoni régiót is emlegethetnénk, ahol ugye egy nagy fejlesztés indul a 2023-as kultúrfőváros kapcsán. A legfontosabb a közösség. A helyi közösség, az előző diára utalok vissza, annak az igényeit és annak az edukációját is jól kell tudni kezelni, mert a közösségnek tisztában kell lenni a saját lehetőségeivel, a saját perspektívájával, és hát, hogy is mondjam, önálló módon kell tudja artikulálni az érdekeit, a valós érdekeit, és nem csak azokat, amit egyébként hosszú-hosszú évtizedek rutinja, hanem a jelenkornak a lehetőségeinek és a számbavétele is valamilyen módon indukál. Ha nincsen sok hátra, most azt próbálom megmutatni, hogy általában a kreatívipari stratégia, aminek a státuszáról majd Ádám is tud majd még, hogy is mondjam, riportot adni. Ennek az elkészítését tavaly évben a pandémia eléggé hátráltatta, éppen azért, mert hogy szerettük volna ennek a hatásait, ennek a közvetlen és hosszú távú hatásait valahogy belépíteni a stratégiában, tehát mi pont készre lettünk tavaly májusra, amikor az egészet elkezdtük újra csinálni, mert jött a világjárvány. És most éppen egy minisztérium belüli egyeztetésen vagyunk, hogy a különböző más stratégiákhoz jól tudjuk illeszteni, de amit most itt lehet látni ezen a dián, az a négy fő beavatkozási terület, ezeket most mi pilléreknek hívjuk, ahol ennek a stratégiának mondásai vannak, hogy hogyan kéne ennek a stratégiának, ha elfogadásra kerül a Magyarország kormánya részéről, valamilyen operatív programokban, cselekvési programokban aztán megnyilvánulnia. Az első, ez a bizonyos ökoszisztémát, amit sokat emlegettem. Ez azért egy nemzeti ökoszisztéma, amit egyszerre kapcsolódik a kreatív iparnak a tevékenysége gazdaságfejlesztéshez és vidékfejlesztéshez, meg egy életminőségnek a eléréséhez. A második egy vállalkozásfejlesztés és finanszírozási beavatkozási pont. Itt nem csak a kreatív ipari vállalkozásokat értjük ez alatt, hanem azokat is, akik a kreatív ipart alkalmazzák és használják, hogy ezek a bizonyos horizontális kapcsolódások még inkább hatékonyabbak, és még inkább, hogy is mondjam, eredményt hozzanak, még több innovációt, még több eredményt tudjanak felmutatni. A harmadik az oktatás, a képzés és a tehetségeknek a kezelése, ami nagyon sok mindennek kötődik össze. Nagyon fontos, hogy a vidék is egyre inkább fel tudja mutatni olyan lehetőségeket, ami megtartja a tehetségeket, vagy bevonza. Talán a világjárványnak hatását, a pozitív hatás, hogy a digitális technológiával, a szélessávú kommunikációval nagyon sok olyan, hogy is mondjam, honfitársunk van, aki úgy gondolja, hogy biztonságosabb vidéken élni, onnan is el tudja végezni a munkáját, és hogyha már ott van egy településen, akkor annak az életében megtermékenyítő módon, akár vállalkozóként, akár a közösségnek egy újfajta gondolatokat felmutató aktív tagjaként, új perspektívákat tud nyújtni. Tehát, hogy nekünk az, hogy a vidék az vonzó legyen, és ebben a tehetségeinket megtartsuk, nyilvánvalóan fontos mondásoknak kell a felszínre kerülni, és ilyen módon kell aztán majd azt működtetni. Az utolsó, egy szabályozási környezet, az nyilván nem újdonság. Jó az, hogyha tudjuk ezeket a tevékenységeket olyan adózási és egyéb környezetbe illeszteni, ami ezeket tudja segíteni. Na most a nemzeti ökoszisztémáról hoztam még talán két vagy három ilyen diát, és ezzel befejeződik a kis előadás, hogy mi az átfogó cél és mi a specifikus cél. Az átfogó célt azt hiszem eléggé sokat lehet hallani, ez más aspektusból, más témáknak a kapcsán, versenyképesség, innovatív gazdaság, társadalmi ökoszisztéma, ennek a kialakítása a kreatívipari együttműködésekkel, annak az ösztönzésével hogyan tud előrébb lépni. Egy hálózatosodásban gondolkodunk, ahol a kis települések is a különböző gazdasági régiók fejlesztésével képes olyan megtartó erőt és olyan vonzó vállalkozókat és vonzó helyzeteket teremteni, akár turizmusról, akár kézművességről beszélünk, ami ennek az ökoszisztémának aztán a feléledését, létrejöttét és megerősödését vetíti elénk. És az át is tértem már a másik, a specifikus célra, egy olyan ökoszisztémát építenénk, ahol a helyi lehetőségek különböző együttműködések révén tudnak aztán izgalmassá válni. Nemrégen voltam Tarnabodon, ahol van egy vállalkozó, aki ott működtet, egy eléggé leszakadt, hogy is mondjam, hátrányos helyzetű térségről beszélgetünk, működtet egy hulladékszelőüzemet, ahol a különböző számítógépek, de akár mosógépeknek is szétszedik, hát most már használtunk kívülő dobozait, eszközeit, és akkor nyilvánvaló ebben az elsődleges cél, hogy azokat a fémalkatrészeket, vagy alkotóelemeket, azokat újrahasznosítsák. De ő már azon gondolkodik,
hogyan tud létrehozni adott esetben ebből különböző design termékeket, mert érdekes lehetne mondjuk lámpatesteket, mondjuk egy diódának, egy nyomtatott áramkörnek a felhasználásával, két plexilap közé való betételével, egy ilyen LED világításnak, egy diódának az alkalmazásával olyan terméket létrehozni, ami adott esetben sokkal jövedelmezőbb, mint hogyha eladja a nyersanyagáron a szétszedett különböző fényeket. Tehát, hogy megpróbál egy hozzáadott értéket indukálni, és ez egy kreativitás, egy művészeti, egy tervezői, iparművészi hozzáadott értéket tud előrelépni. És ilyenekről beszélgettünk, ezek pici kis dolgok, de ezek, hogyha összeállnak egy rendszerré, egy hálózattá, akkor ezeknek már azért megvan a kritikus tömeg, és akkor már tényleg tud akár munkahelyet teremteni, vagy egy térségnek, vagy egy közösségnek, egy településnek valamilyen perspektívát nyújtani. Ezen a szlájdon megpróbáljuk ezt kicsit továbbfejleszteni, vagy tovább közelíteni a mai beszélgetésnek is a részvevőihöz. Tehát, hogy egy regionális település fejlesztési programokat szeretnénk a kreatív ipari stratégiával is megszólítani. Itt felvetődik sok minden, azok is, akik most ezt a prezentációt hallgatják, hogy így legyen egyfajta közös edukációnk, és a közös lehetőségeknek a felmérése, hogyan indíthatunk így programokat, és hogyan lehet aztán beilleszteni gazdaságélénkítő, vagy akár EU-s pályázati rendszerbe, hogy forrás is teremtsünk rá. Ugyanakkor a másik nagy lépték ennek az ökoszisztémának az a gazdaságfejlesztési zónákban gondolkodó stratégia, ami Magyarországot különböző gazdaságfejlesztési régiókra osztja fel, és ezeknek a saját lehetőségeit és a kreatív iparhoz való csatlakozását hogyan tudjuk jól artikulálni, hogyan tudjuk jól megfogalmazni. Utolsó dia. Ezeket szerintem már így vagy úgy említettem, itt le vannak írva különböző pontokban, tehát ösztönző programelemeket szeretnénk kialakítani, amelyrészt a felzárkóztatást, vagy ahol ez nem probléma, hál' Istennek, és nagyon sok olyan település van a falvaink között, hál' Istennek, akik nem ezzel küzdenek, a tovább lépést, a különböző fejlesztéseknek így a perspektívus fejlesztését, vagy továbbvitelét hogyan tudjuk segíteni. Hogyan tudunk induló kreatív vállalkozásokat arra ösztönözni, hogy abban a bizonyos beszállító láncban ne Kínába vigyék el, vagy ne máshol vigyék el mondjuk a textil termékeiket, vagy divat termékeiket gyártani, hanem Magyarországon, akár a vidéki régióban legyenek olyan varrodák, olyan kisebb kézműves műhelyek, akik képesek, lehet, hogy nem nagy sorozatgyártásra, viszont olyan egyedi termékeknek a nagyon magas színvonalú kivitelezésére, ami a piacon aztán igenis nagyon magas áron képes gazdára lelni, és ezáltal egy gazdaságos fenntartható települési stratégiát, vállalkozási, gazdasági stratégiát megvalósítani. Létrehozni, ezeket kiépíteni, mert a pandémia arra is megtartott bennünket, hogyha nem gyártunk itthon mondjuk szájmaszkot, mert az sokkal olcsóbban lehet a világon két helyről beszerezni, akkor hogyha baj van, akkor nagyon nagy baj vagyunk. Tehát nem biztos, hogy elsődleges érték, vagy az elsődleges szempont mindig a legolcsóbb ügynek a megtalálása, és az ott gyártatása. Létre kell hoznunk a hazai értékláncokat, a hazai beszállítási láncokat, mert akkor tudunk biztonságosan működni, és ezáltal a hazai munkavállalókat, és hazai életminőséget akkor ezzel segíteni.